Drágulhat. A liszt beszerzési árának emelkedése és a minimálbér változása kenyér árában is jelentkezhet hamarosan. Már tart a házasság hete. Idén is püspöki áldást kaphatnak, akik több mint 50 éve házasok. Államtitkári látogatás Szatmár csekén az új bölcsődét tekintette meg, Tarpán menekült diákokkal találkozott Vitályos Eszter. Újra emelkedett a liszt ára, emiatt a kenyér is drágulhat néhány százalékkal a következő hetekben, hónapokban. Erről Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 2023-as évben egyébként stagnáltak az árak, az azt megelőző drasztikus emelkedés azonban átalakította a fogyasztási szokásokat. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint egyre inkább a kisebb tömegű, de minőségibb termékeket keresik a vásárlók. Másfél-két évvel ezelőtt szinte sokkolta a lakosságot, milyen drasztikus mértékben emelkedtek a kenyerek és a különböző péktermékek árai. A kilós kenyér ára 2022. októberében lépte át a lélektani 1000 forintos határt. A drágulást az igencsak energiaigényes sütőipari vállalkozások költségemelkedése idézte elő, az elmúlt egy évben azonban valamelyest normalizálódott a helyzet. Hamarosan azonban újabb drágulás jöhet. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a minimálbér változás és a napokban nagyjából 10%-kal felemelt lisztár miatt szükséges lesz a változtatás. Hogy pontosan mekkora lesz a növekedés, arról most kezdődnek a tárgyalások. December 1-től egy jelentős minimálbér, szakmunkás minimálbér emelkedés is volt, aminek szintén hatványozottan jelent meg a sütőiparban a költségnövekedés, amit említettem az éjszakai és délutáni hétvégi munkavégzés miatt. Én azt gondolom, hogy mindenki megpróbálja kigazdálkodni ezt a költségnövekedést. Nyilván most kezdődnek el a tárgyalások a vevőinkkel. Mi is tárgyalunk, nyilván ezt a 10%-ot megpróbáljuk azért korrigálni. Tehát én azt gondolom, az elkövető hetek arról fognak szólni, hogy a szállítókkal és a beszállítókkal, illetve a vevőinkkel elkezdődő tárgyalások hogyan fognak alakulni. Az elmúlt évek áremelkedései miatt a fogyasztási szokások is megváltoztak, tette hozzá Lakatos Tibor. Mint mondta, a lakosság a korábbiakhoz képest ma már sokkal inkább a kisebb tömegű, minőségibb termékeket vásárolja. Most pillanatnyilag éves kenyérfogyasztás egyfőre vetítve egy 37 kg, ezelőtt 10 éve ez 63 kg volt. Tehát ugye ez is egy jelentős kapacitás visszaesése jelent a sütőiparnak, de én inkább azt tartom fontosnak, hogy átalakultak a vásárlói szokások. Tehát ha azt nézem az én cégemnél, szinte alig gyártunk már kilós kenyeret, de azt veszem észre, hogy a multiláncoknál is mennek a kisebb tömegű termékek irányába, és a vásárlók is rájönnek, hogy lehet, hogy érdemesebb egy kovásszal készült kenyeret vásárolni, vagy egy rozsos kenyeret, és nem érdemes, mint a 15 évvel a szeletet felfújt kenyeret vásárolni, hanem elmennek a szokások abba az irányba, hogy egészségesebbek legyenek a termékek. Lakatos Tibor hozzátette, az élelmiszer előállításban és a sütőiparban egyre nagyobb szerepet kap a gépesítés. Az Agrárminisztérium a napokban tette közzé, hogy a különböző vállalkozások még a tavasszal támogatásra pályázhatnak, amelyet technológiai fejlesztésre fordíthatnak. Fontos, hogy középtávon is emelkedő pályán maradjon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, mondta Máté Szalkai látogatásán Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter bízik abban, hogy a jövő év elejétől a területfejlesztési alap jelentős összegekkel tud majd hozzájárulni a vármegyebeli fejlesztésekhez. Együttműködünk mind a vármegyei önkormányzattal, mind pedig az egyes települési önkormányzatokkal és értelemszerűen Nyíregyházával, mint megyei jogúvárossal. Másrészt az egyéb operatív programok keretében is együtt dolgozunk vállalkozókkal, helyi közösségekkel. Emellett a területfejlesztési politika keretében sorra gyűjtjük be azokat a területfejlesztési projekteket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy középtávon is egy emelkedő pályán tartsuk a vármegyét és az itteni térségeket, megint csak a vármegyei közgyűléssel együttműködve a területfejlesztési szolgálat kiépítése révén abban bízunk, hogy 2025. január 1-től már a területfejlesztési alap jelentősebb összegekkel is hozzá tud járulni a vármegyei fejlesztésekhez.
kormányhivatal tekintetében ugye Főispán úrral működünk együtt, és a járási hivatalvezetőkkel fogok majd jönni ide az év első felében a vármegyei látogatásra. Most járom körbe a vármegyéket, hogy az itteni tapasztalatokat is összegyűjtsem, hogy a jövőben esetleg javítsuk a kormányhivatalok, járási hivatalok működését, és hát az önkormányzatoknál pedig ugye egy nagy választásra készülünk, úgyhogy ott is nagyon fontos az együttműködés, és lehetőség szerint mind a finanszírozás gördülékenyítétele, mint pedig a polgármesterek, képviselőtestületi tagok munkáinak a segítése, hogy amikor június 9-én eljutunk a választások időpontjához, akkor ne legyen semmilyen fennakadás az önkormányzati rendszer működésében. Új két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épült Szatmárcsekén. A beruházás megvalósításához 192 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat. A márciustól induló intézményt Vitályos Eszter parlamenti államtitkár tekintette meg. A politikus később a Dankó Pista iskola tarpai telephelyére is ellátogatott, ahol Ukrajnából és Kárpátaljáról menekült diákokat tanítanak. Mivel azonban rövidesen lejár az idéglenes védelemre jogosító státus, a menekült fiatalok oktatásának finanszírozása is veszélybe került. Az intézmény a kormányhoz fordult segítségért. Vitályos Eszter parlamenti államtitkárt fogadta Csoma Zoltán Szatmárcseke polgármestere. Ezt az épületet mutatta be a településvezető. Szatmárcseke önkormányzata még 2018-ban pályázott bölcsőde építésére, amelyre végül 192 millió forintos támogatást kapott. A községben eddig nem működött bölcsőde, az utóbbi években azonban egyre nagyobb igény mutatkozott erre a szolgáltatásra. Márciustól vehetik birtokba Szatmárcseke és a környező települések legkisebbjei a két csoportszobás új intézményt, amelyet a napokban a több beregi településen is megforduló Vitályos Eszter és Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője is megtekintett. A látogatás során elhangzott Szatmárcseke társadalmi, gazdasági és infrastruktúrális szempontból kedvezményezett településnek, egyúttal jelentős munkanélküliséggel sújtott településnek is számít. A jövőben erősödhet a község szerepe, új munkahelyek jöttek létre, a bölcsődének pedig a hátrányos helyzet leküzdésében is fontos szerepe lehet. Ez pedig már a Dankó Pista óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, technikum, szakképzőiskola és kollégium tarpai telephelye. Az intézmény már korábban felvállalta az ukrán anyanyelvű diákok tanítatását saját anyanyelvükön, valamint magyar anyanyelven is. Ez a feladatkör bővült az orosz-ukrán háború 2022. februári kitörését követően, amikor elindult a menekült státuszú diákok tanítatása is. Az elmúlt két évben fontos megoldandó kérdésé vált a térségben a menekülő családok gyermekeinek oktatása. A látogatás során Almási Katalin, az intézmény vezetője tájékoztatta Vitályos Esztert arról, hogy az idők során egyre több diák jelentkezett a menedékiskolába tanulási szándékkal, így a fenntartó döntés alapján az iskola váltott, és alkalmazkodva a speciális helyzethez ukrán nyelven indított képzést. Az iskolában sportedzői, bolti előkészítő és pénztáros szakmákban tehetnek ágazati alapvizsgát a diákok. Mivel azonban az ideiglenes védelemre jogosult státusz mindössze március végéig érvényes, az állami finanszírozás is addig biztosított az intézmény speciális feladatainak ellátásához. Éppen ezért jelenleg is keresik a megoldást arra, milyen támogatásból működjön tovább a jelenleg is 107 menekült diákot oktató iskola. A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét. Az idei program sorozat mottója állandó megújulásban. A nyíregyházi rendezvények vasárnap érnek véget, amikor püspöki áldást kapnak a 2024-ben jubiláló házaspárok a Magyarok Nagyasszonyattárs Székesegyházban. Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet az a kezdeményezés, amely több mint két évtizede indult el Angliából. Ez pedig a házasság hete nevet kapta, amelyhez ma már 4 kontinens 21 országa csatlakozott, Magyarország 2008-ban. Most az egész Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyét szólítottuk meg ezzel a programmal, nem csak Nyíregyházán. Valamint, ahogy mondtad, tényleg a mottoja is ez, állandó megújulás.
hogy nap mint nap megújítani azt a szeretetet, amit lehet, hogy a nap végére úgy hogy is mondjam, hogy a Balázs a hamu alá kerül. Tehát azt a kicsit úgy a szürkességből úgy kiragadni és újra úgy fát dobni erre. Tehát ez a mottója, és erre is törekszünk, hogy valóban megújítsuk, és az elmúlt évek tapasztalata is mind azt mondják, hogy ezeket a rendezvényeket, ezeket a programokat, amiket szerveztünk, ezek mind-mind olyan élménnyel teliek. Hiszen ott van az, hogy a tavaly számolt be egy házaspár, hogy ők alig várják ezt a heten, mert ekkora gyerekeket van kire bízni, a babysitter osztagunk ügyel rá, és hogy együtt lehetnek csak kettesben. A Házasság Hete program sorozatnak pedig éppen ez a célja, hogy az akár több évtizede házas párokat újra összehozza, kiszakítsa a szürke hétköznapokból, hogy újra megláthassák egymásban a csodát. Azt, amiben korábban beleszerettek. És akik olyan szerencsések, hogy akár több évtizede együtt lehetnek, azok idén is püspöki áldást kaphatnak. Február 11-én, vasárnap délután 3 órakor Sóston a házaspárok útjára invitáljuk a házaspárokat, valamint este 6 órakor pedig Palánki Ferenc püspök atya a jubiláns házaspárokat áldja meg, akik 5-10, 20-25, 50-60-70 éve együtt veszik fel a keresztjeiket. A házasság hetén amíg jegyes párok is tanulhatnak, hiszen a programok során beszélgetnek a házasság mindennapi válságáról, örömeiről és feszültségeiről. A rendezvény igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és a házasulandókat. Január végéig minden lakossági ügyfélnek meg kellett kapnia a díjkimutatást számlavezető bankjától a tavalyi bankszámla és kártya költségeiről. Ezek áttekintése összehasonlítása révén eldönthető, hogy a bankköltségek csökkentése érdekében érdemes-e számlacsomagot vagy akár bankot is váltani. A díjkimutatás révén az ügyfelek könnyen összetudják hasonlítani saját számlaszolgáltatásai költségeit más szolgáltatók aktuális ajánlataival, hiszen a bankoknak egységes elnevezések meghatározásokat kell használniuk a számlaszolgáltatásokra, műveletekre. A döntésben segít a Magyar Nemzeti Bank megújult ingyenes bankszámla választó programja is. 10 csapatban több mint 60 diák mérte összetudását a Nyíregyházi Egyetemen a First LEGO Leech verseny sorozat regionális fordulójában. A csapatoknak a természettudományok művészetekben betöltött szerepével kapcsolatban kellett közösen prezentációt tartaniuk, majd megadott időn belül teljesíteni LEGO robotjukkal az összetett akadálypályát. Leges legszélére. Jó is tart. Jó, 30 másodperc van még. 4-es program, Flávio. Ez innen. Igen, 4-es. Mehet. A próbaasztalon készül a soron következő versenyzőcsapat. Nagy az izgalom, mivel millimétereken múlhat, hogy a versenyzők által megépített robot megfelelően kivitelezi-e az adott feladatot. A 9-től 16 éves korosztálynak kiírt First LEGO League Challenge versenyen matematika, informatika, természettudományok és technológia ismeretek mellett kutató és prezentációs tudásra, kritikus gondolkodásra van elsősorban szüksége a versenyzőknek. Ez egy olyan világszintű versenysorozat, ami már több mint 15 éve megrendezésre kerül. Magyarországon is több városban volt az utóbbi években már ilyen verseny, és hát most a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve végre Nyíregyházán is sikerül ezt megrendezni. A verseny témája egyébként robotika, LEGO robotokat programoznak a csapatok. Egy megadott, előre megadott pályán, előre megadott feladatokat kell időre teljesíteni, de emellett mindig van egy innovációs téma is. Idén ez egy művészeti téma, mestermű a címe, és ebben a témában készülnek ők valamilyen projektötlettel, amit prezentálnak a zsűri előtt. A fiatalok fél évvel a verseny előtt megkapják a pályát és a verseny témáját. Projektjükhöz az iskolában fellelhető LEGO eszközöket használhatják fel, és felkészítő tanár segítségével edzhetnek a megmérettetésre. A szervezők fontosnak tartják, hogy a diákok csapatként is megtanuljanak hatékonyan együttműködni.
A versenymenete igazából úgy épül fel, hogy a legelején egy tesztpályán vesznek részt, egy tesztpályán megy végig a robotuk, majd itt élesben is három fordulóban robotverseny zajlik, 15 feladatot kell végrehajtaniuk, ezután pedig egy zsűriszobában kell egy innovációs projektet bemutatniuk. Jelen pillanatban ugye a Masterpiece a művészetek témakörben kell ezt létrehozniuk, és bent az innovációs projektet, a hozzátartozó robot dizájnt és az alapértékeket zsűrizik a zsűriszobában. A legsikeresebbek a budapesti országos döntőből egészen brazil vagy houstoni nemzetközi versenyekre is tovább juthatnak. Egységes pedagógiai és szakmai elvek alapján igyekeznek képezni a labdarúgókat a Bozsik Akadémián. Mint Lengyel Roland szakmai vezető elmondta, a cél az, hogy megfelelő életpályamodellt kínáljanak a fiataloknak, és közülük minél többen eljussanak a Nyíregyháza Spartacus első csapatának keretéig. A városi stadion műfüves pályáján edzenek a Bozsik Akadémia játékosai. Január eleje óta Lengyel Roland irányítja a szakmai munkát. A korábban a Spariban is szereplő szakember 15 éve dolgozik edzőként, az elmúlt 7 évet pedig a Bozsik Akadémia különböző csapatainál töltötte, megfordulva szinte valamennyi korosztálynál. Én egy olyan pozitív, beállítottságú ember vagyok, és szeretek olyan emberekkel körbevenni magam, mint hogy én látom a dolgokat. Ennek megfelelően lettek a jelen pillanatban az edzőink kiválasztva, hogy egy egységes pedagógiai szakmai elvek alapján tudjuk a gyerekeket képezni. Az fontos, hogy egy olyan környezetet teremteni számukra, ahol jól érzik magukat, ki tudnak teljesedni, akár a magán és a sport világában. A Bozsik Akadémián az 5 évesek a legkisebbek, a legidősebb korosztály képviselői pedig a vármegyei első osztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus 2 játékosai. 300 gyerekkel foglalkozunk az akadémián, 3 szekció van, kicsi, közép és felnőtt szekció, vagy nagy szekció, van a B csapatunk. 5-től 19 éves korosztályig itt edzünk bent a stadionban, heti 5 alkalommal, 2 egyéni képzéssel, 2 csapatedzéssel és 1 erőprogram van, amikor csak a konditerembe töltik az időt a gyerekek. Van a középső szekció, az kint edzenek Örökösföldön 11-től 14 éves korosztályig, ott a 14 éves korosztálynak heti 4 alkalommal van edzésük, a 10-től 13 éves korban pedig heti 3. A Bozsik Akadémián a technikai és fizikális képzés mellett igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni a mentális felkészítésre is. A cél az, hogy a fiatalok minél könnyebben lépjenek át a felnőtt futballvilágába. Csináltunk egy ilyen etikai kódexet, egy környezetet szeretnénk kialakítani, amivel megváltoztatjuk egy kicsit a kultúrát, a nézetet. Az utánpótlás nem csak az eredményességből áll, hanem hogy egészséges felnőtt embereket neveljünk, de mindenképpen ez egy akadémia, ez egy versenysport, és próbáljuk felkészíteni a gyerekeket, hogy minél eredményesebbek legyünk, és minél jobb eredményeket érjünk el, és minél több játékos be tudjunk integrálni a felnőtt világában. Mint a szakmai vezető elmondta, folyamatos az infrastruktúrális fejlesztés annak érdekében, hogy minél jobb körülmények között tudjanak készülni a jövő spari futballistái. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Még kérdéses, hogy mennyivel, de szinte biztosan drágul a kenyér hamarosan, az ok a liszt beszerzési árának emelkedése, valamint a minimálbér változás. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke 35 perc című műsorunkban arról is beszélt, az előző évben stagnáltak az árak, az azt megelőző drasztikus emelés azonban a fogyasztási szokásokat is átalakította. A trend inkább a kisebb, de minőségibb termékek irányába mozdult el.
Szatmár csekén járt Vitályos Eszter. A parlamenti államtitkára az új 24 férőhelyes bölcsődét tekintette meg. A politikus később a Dankó Pista iskola tarpai telephelyére is ellátogatott, ahol Ukrajnából és Kárpátaljáról menekült diákokat tanítanak. Mivel azonban rövidesen lejár az ideiglenes védelemre jogosító státusz, a menekült fiatalok oktatásának finanszírozása is veszélybe került. Az intézmény a kormányhoz fordult segítségért. Állandó megújulásban ez az idei házassághete programsorozat mottója. A rendezvények célja, hogy felkészítsék a házasulandókat a nehézségekre és azok megoldására. A közös imádságok mellett bölcs és gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a már több évtizede házasságban élőktől. Február 7-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, de néhol még gyenge eső várható. A nap második felében döntően fátyol felhős, napos idő valószínű, viszont északon helyenként maradhatnak erősen felhős körzetek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 12 fok között várható.